Kedves vendégeim, tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, kedves igazgató úr, munkatársaim, valamint kedves ifjúság! Nagy szeretettel és örömmel köszönhetem Önöket most is, immár harmadik alkalommal a központilag megrendezett anyáknapi ünnepségünkön. Rendezvényünk ismételt célja az, hogy egy kis közösséget alkotva, még a vasárnapi anyáknapi rendezvény előtt, itt együtt köszöntsük Önöket minden megjelent kedves édesanyát, nagymamát, keresztmamát, és azokat a hölgyeket, akik fiatalokkal, gyerekekkel kerültek az életük folyamán kapcsolatban. Megragadva az alkalmat, szeretném elmondani ismét Önöknek, hogy 2012. éve az Európai Unió a szolidaritás évének nyilvánította, ami az ifjabb generációk és az idősebb korosztály szolidaritásának éve. Megragadva azt a lehetőséget, hogy ismét fiatalokkal szórakoztathatunk és lehetünk együtt, a Vas Lajos Általános Iskola lára esett a választásunk, és tiszteletnek köszöntöm szintén a körünkben megjelent Ertelné Csákudit igazgatónőt, és betanító két munkatársát, a 29 fiatalon együtt. Megköszönöm a figyelmüket, és felkérem polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepélyes köszöntőjét. Szeretettel köszöntöm Önöket, és örülök, hogy most már harmadik alkalommal lehetek itt anyák napja alkalmából. Köszönöm Piroskának ezt a lehetőséget, hogy minden évben gondol Önökre is, nem csak mint idősekre, hanem édesanyákra, nagyszülőkre, keresztszülőkre. Biztos sokan tudják, hogy az anyák napját azt már az ókori Görögországban is megünnepelték, már akkor is gondoltak az édesanyákra. Az 1600-as években aztán Angliában is elkezdték hivatalosan ünnepelni, és ez a szokás, hogy május első, illetve második vasárnapján, hiszen Európában sokszerte május második vasárnapján tartják az anyáknapi ünnepségeket. Ez az Egyesült Államokból származik, egy Anna Jarvis nevű hölgy volt az, aki először javaslatot tett édesanyja emlékére arra, hogy bizony ezt a ünnepet, ezt együtt, közösen, világszerte ünnepeljük meg. El is indult ez a mozgalom akkor az Egyesült Államokban, aztán ez a hölgy később, miután törvényben is elfogadták az ő javaslatát, szembefordult ezzel az ötlettel, hiszen annyira elüzletiesedett ez az ünnep már akkor az Egyesült Államokban, és főleg a virágkereskedőkről, az édességkereskedelemről kezdett el szólni, hogy ő aztán megtagadta ezt a javaslatát, mert ő a szívére gondolt, édesanyjára gondolt, és arra gondolt, hogy nem kell ebből üzletet csinálni. Hát 1927-ben már Magyarországon is hivatalos ünneppé vált, 1928-ban már miniszteri rendelet is szólt arról Magyarországon, hogy itt a mi hazánkban is meg kell ünnepeljük ezt a jeles napot, de azt gondolom, hogy mindenféle miniszteri rendeletnél, meg törvénynél sokkal fontosabb az, hogy minden gyermek, így persze ilyenkor én is tiszta szívvel és szeretettel gondoljon a szüleire, nagyszüleire, keresztszüleire, és megköszönje azt a szüleinek, elsősorban édesanyjának, hogy ápolta, nevelte, gondozta, amikor beteg volt, akkor ott volt mellette, és bizony egyszer-kétszer, amikor kellett, akkor elsuhintott egy-egy jó irányzott, kedves pofont is, ha arra szükség volt, és azt gondolom, hogy ettől is válik az ember emberré. Úgyhogy engedjék meg nekem, hogy én a magam nevében is, mint gyermek, meg mint a kerület polgármestere, így az én édesanyámnak is, meg Önöknek is, nagyszülőknek, édesanyáknak, keresztszülőknek megköszönjem azt, hogy ezt a szép nemes, azt gondolom mondhatjuk mindannyian, hivatást, legszebb hivatást, ha nem is választották, hanem beleszülettek, de biztos minden bizonnyal így volt, hogy tiszta szívükből vitték ezt egész életük során. Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal kívánjak az önkormányzat nevében is kedves mindnyájuknak nagyon boldog anyák napját és jó egészséget.
korában, 4 hónapos korában, 1 éves korában. Az első kilőtti pengőcipényét az ágyam fölé akasztom a polcra. Csak egy fürtöt abból az aranyhajatból. És ekkor tettem a tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg én kicsi voltam, és bűbályos, mindenki megcsodáltam, hogy mennyit nők, és miket beszélek. No, hát! Milyen ügyes! És apukám újra lefényképezett. Az állatkertben! A játszótére! Cézárral, akitől nem fél. A Rampa nénivel, akitől fél. És az óvodai záron kövén, ahol csak neki tapsoltam. Mindezt mondta. Micsoda sikerült, gyere! Ugyan már, hiszen minden kisgyerek egykornán helyes. De azért igaz, ami igaz, ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyszerre okos, kedves és szép. Nekem van például szegény Ilóka egy fia, vagy szegény István egy lánya, na és ott van Néneske. De abban mindenki egyetértett. A Néneskéről jobb nem beszélünk. Amikor a nap vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, azt mondja, nem lehet rá ismerni. Csak csodálkoznak, és csak sóhajtoznak, csak ülnek és sóhajtoznak. Kire ütött ez a gyerek? Nagymama azt mondja. Én nem tudom kire, de az anyára biztos nem. Nagypapa azt mondja. Én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Mi bácsi azt mondja. Szerencse, hogy szegény arány, ezt nem öltem meg. Most átadja az anya, hogy nem kellett volna mindent elhagyni. Anya azt mondja. Te vagy az apja, miért nem fogod meg? Nagymamám szerint valakinek ugye nevelni kéne ezt a gyereket, mert csak ő, mint a tudva. Nagymamám szerint szigorúban kéne bánni ebben a gyereket, mert első a kötelesség. Arakanyi szerint meg kéne bántatni, hogy kikkel beletkezik ez a gyerek, mert aki kortok közé keveredik, azt megeszi a viszont. Többet kellene aludni ennek a gyereknek, mert soha nem alussza ki magát. Apa szerint többet kéne tanulnia ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmimet. Emil bácsi szerint? Ez szomorú! Mert ugyan, mint családunkban minden különbális volt. Azt hiszem, ez a Rezső vére! Csak nem! Megkérdeztem, ki az a Rezső, de abban mindenki egyet értett. A Rezső az nem tartozik rá! De aztán a Nóka néni elmondta. Á, ne higgyél Emil bácsinak! A Rezső jó gyerek volt, csak egy kicsit megszédül. Nagymamám szerint az a baj, hogy ideges ez a gyerek. Nagypapám szerint az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek. Aranykorén szerint az a baj, hogy zárkózott ez a gyerek. Emil bácsi szerint az a baj, hogy nem érdekli ezt a gyereket semmi. Anya szerint az a baj, hogy túl terhelt ez a gyerek. Az a baj, hogy nem gondolkozik ez a gyerek. Hiába kérdezi tőlem apa, milyen ember lesz így belőle? Hát, egy kicsit fogok hasonlítani. Anyura, egy kicsit apura, és a nagydők öregek lesznek, és ülnek a parton a padon. Újra mutogatni fogják a fényképeimet. Biztos, hogy láttam már a tévében. És olvasta az újságban, mert világ. Igen, ő az, aki elérte és bejárt. És felfedezte. Megnyerte és túlszárnyalta. És megdönt.
És akkor majd mindenki köré gyűlik. És csak csodálkoznak és ámuldoznak. Na hát, ez volna a magunk gyereke! Szinte lehetetlen! Büszkék lennek rá! Drága anyukám, köszöntelek anyák napján! Köszönöm a sok jóságot és a sok törődést, igyekszem jóságommal meghálálni. Ahány csepp a tengerben, annyi hál a szívünkben. Gyermekednek hű szavát, hallgass meg most jó anyám. Édesanyám lelkem, fogadj te virágot, te néked neveltek kislányom. Virágok köszönésben állok. Úgy kívánok békességet, boldogságot. Tündököl a szószámon, szívből szökken a virágom, édesanyám, neked szánom. Rózsaszebb főtulipám, neked szánom, anyukám. Csendes eső öntözgette, meleg napfény melegette. Takargatta a futófelhőt, csokorgatta a szeréktelőt, s mind letéptem neked én, anyám napja ünnepét. Lesz sok pénzem, majd ha nagy leszek, akkor anyukámnak szép nagy kertet veszek. Minden áldott reggel, friss virágot!